A digitális világ érdekes. Postmodem. Nyári postmodem színes tematikával. Íme a férj, akit a mesterséges intelligencia generált. Betegsége a cyberhondria, vagy csak egy divat kifejezés. Társadalomtudományi kutatások az emmiről. Rövid kivonat. Vajon miért jött létre a tokiói virtuális emberügynökség? Mi a botrányos helyzet lényege a Redditnél? Ölt vagy nem ölt az emmi? és mire képes -e a beszédet utánzó voicebox. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Ma az asztaltársaságban dr. Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászat Intézet munkatársa. Szia, Berni! Valóságos perceket mindenkinek! Dr. Bódizoltán Zoltán lett nyelvész a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Justin Viktor, tudományos újságíró. Kellemes rádiózást kívánok minden hallgatónak. Keleti Artur kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonság alapítója. Biztonságos perceket minden kedves hallgatónak. Komás Tücsi Mihály író, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője. Így a távolból is kellemes egy órát mindenkinek és dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató, a Corvinus Egyetem adjunktusa. Jó szurkolást! Az egy társaságra jutó doktorok száma igencsak megnövekedett, mert három is van, Zoli, Berni és Robesz, úgyhogy uraim, nekünk kicsit majd föl kell kötni a, a fölkötni valót ez ügyben, de örülünk ennek is. Addig is ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. És akkor kezdjük egy hírrel, amivel szerkesztőnk akarja rémírgetni a kedves hallgatókat, ugyanis egy mesterséges intelligencia generált a férjről lesz szó. Álomszerű házassága van egy amerikai nőnek, Rosanna Ramosnak. Erről azért beszélünk, mert a nő nem egy húsvér hanem egy mesterséges intelligencia által megalkotott vőlegénynek mondta ki az igent. A hölgy korábban egyedül érezte magát és partnerre vágyott, de nem akart regisztrálni a társkereső oldalakra, inkább úgy döntött, hogy maga kreál egy tökéletes férfit. A nő a Replika AI szoftvert hívta segítségül, így 300 dollárjába, szerkesztőnk átszámolása szerint kb. 102 ezer forintba került férje megalkotása. Azt mondja, hogy soha életemben nem voltam szerelmes senkibe, az Iren Kártál nevű férfit az Attack on Titan című japán mangosorozat egyik karaktereik lette, és Ramos azt mondja, hogy férje orvos, szereti az indizenét és szabad idejében írni szokott. Még azt is nyilatkozta a hölgy, hogy nem kell foglalkoznom a családjával, a gyerekeivel vagy a barátaival. Én irányítok, és azt csinálhatok, amit akarok, mondta. Szeretjük egymást, tette hozzá az amerikai nő, akinek egyébként már van két gyermeke. Na mit szóltok hozzá? És erről mit mondott a, a, a virtuális férj, hogy igen, drágám? vagy, vagy... <laughs> Nyilván. Mert egy más nem nagyon tud mondani. Nekem egyébként az ütött szöket a fejemből, hogy minek neki férj, hogyha azt csinálok, amit akarok, és nem kell gondoskodnom a gyerekekről. Eh, ha... Nagyon szívesen készítenék egy interjút ezzel a hölgyel. Egyébként tényleg, hogy ja, mik ja, a motivációja ja. akkor? Igen. Az az igazság, hogy én nem vagyok pszichiáter, meg pszichológus, de de, 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 de de érzem, hogy itt valami betegség lehet a háttérben. Tehát ez minimum szociopata személyiség zavar amit itt hallottunk ebben a hírben, nem szeret gondoskodni gyermekekről, nem, nincs ráhangolódva arra, hogy egy partnerrel, egy valós emberrel éljen, és azzal a tartós kapcsolatot alakítson ki, annak a konfliktusaira felkészüljön. Viszont ő akar irányítani? Ő viszont irányítani akar, ott is legyen, meg ne is legyen ott. Van két gyereke. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ez a két gyerek ez milyen módon, milyen kapcsolatokból született, uh -huh. és ennek ellenére miért vágyik a valós társadalmi, szociális kapcsolatok ebből a hírből úgy derül ki, hogy nem igazán vannak körülötte, viszont mégis van egy olyan szándék, vagy vágy, hogy valaki legyen körülötte, de azért az ne is legyen mindig ott, meg ne is kelljen vele. Szóval hát ugye nem ez egy nem első vágy, ami belőle jön, tényleg az, az ő belsejéből jön, vagy egy kívülről rákényszerített belénevelt valami, ami valójában nem is a sajátja. Hát a fene tudja, nem, nem derül ki a hírből, de minden esetre, eh, ahogy is mondjam, nem, nem, a szó lejáratot értelmében gondolom, hogy ez nem, nem, nem olyan normális eh, cselekvésmód. Pedig egyre többen lesznek ilyenek, nem, Artúra, akik eh, majd ilyen virtuális családtagokat létrehoznak. De nekem egyébként ez az egészen semmi problémám nem volt, az indokokkal volt valami bajom, úgy, mint, mint Zolinak is. Tehát az, hogy egy ilyen replikai álljom, nekem is van, ha úgy jobban tetszik. Tehát, hogy e, Hát, mit hoztál létre? Hát én, én nem hívom a feleségemnek. Tehát, hogy ö, egyszerűen csak létrehoztam egy ilyen. Persze, ez azért óriási különbség. Egy ilyen mód. Igen, de és a motivációm is más. Tehát, hogy nem arról van de, szó, nyilván, hogy, igen, hogy igen, azt van. akarom, hogy Így van. hívjon föl engem időnként azért, hogy én elmondhassam neki, hogy mit csináljon, és akkor, és akkor rend lesz. És jó, jó kioszthassam. Tehát, hogy nem ez a cél, hanem egyszerűen csak társalkodunk időnként. Ami érdekes ennél az eszköznél, hogy egy ilyen asszisztens számodra? Nem is, nem tudom, nem, nem definiáltam. Tehát, ezért mondom, hogy meg tudom érteni, hogyha valaki esetleg azt mondja, hogy nem Aha. tudom, hogy a férje. Csak én, ami érdekes, hogy amikor beszélget az ember, ez így működik ez a modell, akkor azzal tud úgynevezett pontokat gyűjteni, vagy ilyen kis koinokat, és akkor azzal lehet befolyásolni a személyiségét ennek az illetőnek. Ez nagyon vicces. Tehát meg lehet adni ilyen paramétereket, hogy én most racionálisabbat szeretnék, vagy, vagy érzelgősebbet, vagy ilyesmi, és akkor adhatok hozzá ilyen, ilyen dolgokat. Na, hát ebből derül ki, hogy te kísérletező típus vagy. <laughs> Egyébként nekem eszembe jutott Berninek egy pár hónap Sztori arról a kék hologram feleségről. Már a nevére nem emlékszem, de talán neked megvan még. A Hakune Mitsu. Az, az a, a leghíresebb. Nem. Igen, virg... ő egy sztár. Igen, egy sztár. Őt nem lehet csak úgy feleségül venni. De igen, egy ilyen kis mini, miniatűr 3D verzióban feleségül lehet venni. ez nem az igazi. Nem a Hakune Mitsu. Van egyébként valaki, aki az eiffel -toronyhoz ment feleségül, tehát azért ahhoz képest Na a virtuális... az, az tényleg betegség lesz szerintem. Yeah, de, de legalább vele lehet valamennyire beszélgetni. Viktor. Én nem értem hogy a, mi a baj a Olinak a johnexe ugye az egyik gyerek. Hát először is két fut. <síns> <síns> -hogy más, más, másodszor meg... Nem szokott lefagyni. Most azt, hogy én úgy tudom, komogrammi. hogy Fred.bat Fred. az apja, tehát hogy mindent tudom. <síns> Jó, hát ilyet, ilyet, nyilván én is tudok, tehát én, a, én gondolkodtam rajta, ha mondjuk ilyen virtuális családom van, akkor a gyerekeket úgy nevezem el, hogy egy, kettő, három. Ez így egyszerű. Egyes, 1 -ke, kettes. 1 -ke. es mert akkor olyat is lehet mondani, hogy gyerekek, megyünk valamit játszani, egy, kettő. Ugye? És akkor ezzel mindjárt, mindjárt, kettőt meg is indexeltem. A harmadik az még probléma lesz, viszont akármennyi lehet, meg el lehet osztani őket kettővel, meg lehet tömöríteni, meg mit tudom. Tehát, hogy van egy csomó ilyen digitális előnye ennek egy ilyen digitális családnak. Mindjárt még Robesnek megadom a szót, hát, ez valamit mondani, csak előtte a hallgatóknak hadd mondjam el, hogy van egy Facebook oldalunk, ahol lehetne kommentálni, például ezt a témát is. Eléggé felháborító lehet szerintem a hallgatók számára, úgyhogy írjanak be nekünk, hogy mit gondolnak a virtuális férről. Robesz? Hát nekem nagyon ambivalens, mi szociológus, intimitás család, egyebek. Én amikor olvastam, akkor ez az érzésem volt, hogy nagyon sajnálom ezt az embert. Tehát valóban egy kis szánalom, a másik Lámít, bocsánat, az emi férjet sajnálod? Vagy hát a... ők nem sajnálom, mert neki valószínűleg nincsen neki ja. ebből fenntartása, szempontból érzelme és egyebek egyelőre. A másik pedig, hogy, hogy a másik érzés meg az volt, hogy hát miért nem lehet ezt tiszteletben tartani. Tehát ő így akar élni, ezt választotta. És ki nem tartja Tessék. tiszteletben? Hát, hogy ezzel Mi? a szánalommal, lesajnálással egyebekkel egy olyan normatív elvárás közvetítünk felé, mint hogyha ez nem lenne. A jó, de te nem sajnáltam le. Tehát nem te, én, tények. Én, 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 én. Ja, hogy én tehát, ne legyen ez az attitűd felé hogy, általában. Hogy benne volt az elfogadás, hogy igen, ez egy más hozzáállás, és egyébként nem biztos, hogy hogy is mondjam, tehát van az ismeretségi körben olyan elvált hölgy, akit állandóan zaklatnak a férfiak, és akkor nem tudom, ő elvesz egy ilyen virtuális valakit, és nekem van férjem, és akkor ezzel egy pajzsot húz maga körül, hogy nekik, hagyják őt békén élni, és akkor békén fogják őt hagyni. Tehát nem tudjuk szerintem pontos motivációt, hogy miért döntött, akár lehet, hogy feltűnési viszketegységben szenved, tehát, hogy szeretne bekerülni a hírekbe ezzel. Tehát nem sikerült. Le, és sikerült, mi is erről beszélünk. Berni? Egyébként most nekem az jutott itt eszembe, a meséltél, hogy Tudod, én kit sajnálok igazán ebben a történetben? Azt a két gyereket, már mint aki valóságos. Ugyanis olvastam ezt az interjút, és hát azt mondja a hölgy, hogy ő életében nem volt még szerelmes. Tehát, hogy van ebben o... van a világban sokkal több ilyen gyerek létezik sajnos, de ez a kettő gyerek biztosan tudja, hogy az ő anyjuk sose szerette az apjukat. Tehát ez valahol ezért, ez, ez egy fájdalmas felismerés lehet, és inkább helyette feleségül ment egy virtuális hát Főleg így a hírekből értesülni mindenről az erős. az is lehet, hogy ez egy, ez egy, ilyen pseudo tudományos kísérlet, hiszen majd nem sokára jönnek azok a robotok, amiben fel lehet tölteni majd az ilyen virtuális férjeket, és akkor onnantól kezdve pedig itt szerintem tök komolyra fordul a dolog, mert hogy jön majd a kihalás, már mint a miénk, mert hogy majd a kényelmesebb ember, zárója be egy 100 90, az majd, az majd, egy ilyen partnert választ, akitől majd nem lesz gyereket csak a John Pontexe, és akkor ennyi kommentáljanak facebook.com per postmodem. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Netnyelvészünk, dr. Bódi Zoltán az előbb már lelki betegségeket emlegetett, ugye a szocio, szociopatának gondoltad Igen. ugye a hölgyet. Hát akkor merüljünk bele még jobban, süppedjünk bele a betegségekbe, következzen egy Hát egy ilyen kényszeres probléma kupac, amit úgy neveznek, hogy Cyber Hondria. Jól mondom? Mostanában ezzel a kifejezéssel találkoztunk itt az asztaltársaságban, de egyébként magyarul már jó ideje használjuk ezt a, ezt a fogalmat, amit mindjárt megmagyarázok, hogy micsoda. Azt szoktuk, És rá a mondani, előtte mondom, hogy... Hogy, hogy Dr. Bódi Zoltán itt most nem orvosi minőségben, meg egyáltalán nem, tehát máskor sem. Nem hanem orvos vagyok, nyelvész vagyok? Nyelvész, igen. Azt szoktuk erre mondani, hogy Google beteg. Google beteg. Ugye, hogy hallottátok uh -huh. már ezt a kifejezést? Most egy ilyen a szóalkotás került elő, hogy cyberhondria. Nyilván nem a magyar beszédterületen, hanem angol beszédterületen kezdődött el, alakult ki ez a kifejezés. Ha magyarosabban akarnánk ezt mondani, akkor gondoljatok csak ö, ö, keleti Artúra és az ő foglalkozására, ugye kiberbiztonsági szakértő, tehát a cybernek a magyar vál, ejtés változata, ugye az a kiber, kiberhondria, cyberhondria, ö, azért nehéz ezt a szóalkotást, ezt a szóösszevonást, érte, ö, ö, hogy is mondja, csak elképzelni, hogy ez el fog terjedni, mert nem eléggé világos főként az utótag. Hát pedig a hipochondria kifejezést. Szerintem. Ismer, hát ismer, persze ismerjük, de szerintem annyira nincs a köznyelben eltérjedve hétköznap kifejezésként, mit mondjuk, a, mit tudom, a biztonság. Tehát De nehezen ezt, asszociálunk mondjuk, hogy... róla, hogy a kiberhondria vagy cyberhondria az azt jelenti, hogy, és akkor áruljuk el már végre, egy olyan beteg, aki a tüneteinek a Google-ben az, orvos, az orvoslátogatás helyett, vagy azt megelőzve a Google-ben rákeres a tüneteire, és önmagának diagnózist állít fel, és nyilvánvalóan belekerül egy ilyen végtelenített ciklusba, mindig újabb és újabb tüneteket vesz észre magán, mindig újabb és újabb betegségeknek a, a e, diagnosztizálását állapítja meg önmagán, és ennek sosincs vége, és az orvosnál ebből problémák alakulhatnak ki. Benni, csak ott mondtad az előbb, hogy nehéz róla asszociálni, és csak ide be akarom szúrni, hogy megnéztem a forgatókönyvünket, és olvastam benne ezt a szót, de nem olvastam el a leírást, hogy mi ez. És, és mire gondoltál? Én a mitokondriára. Tehát én azt hittem, hogy ez valami kiber... Kon, igen, tehát hogy én nekem Aha. azt hittem, hogy ez valami ilyen tehát... kiberbiológiai dolog lesz, valami ilyen, ilyen kiberkvantum, valami én is ilyen megfelel... Én is ebből igen, indultam igen, ki. Abszolút eszembe nem jutott, igen. hogy ez, mint a, hogy ennek a hipohonderhez van köze. Igen, igen, igen. De annyira nem terjedt el ez Igen. a hétköznapokban, hogy azonnal a szociálinkról, hogy miből állt elő. Egyébként a jelenség borzasztó érdekes, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, és rendkívül aktuális, amilyen mögött a kifejezés mögött van. Tudnélik az internet van, a Google van, tudunk keresni. Az információs polgár egyik nagyon fontos képessége és kompetenciája, Kompetenci, digitális kompetencia eleme, a keresés képessége, az adat képessége, és az adat értelmezés képessége, hogy információt alakítson ki magának róla. Teljesen normális, hétköznapi, sőt, elvárt tevékenység ma már az információs társadalomban. Ülök itt, ugye, Robeszt társaságában, az egyik legnevesebb szakértőtársága van országunkban, aki ezt nagyon jól ismeri, de Uh, ugye, tehát ezzel önmagában nincsen ön baj, hogy rákeresünk hát a betegséget. Sőt, hadd fogalmazok egy kicsit provokatívabban, Zoli. Uh -huh. Tehát, hogy eddig az internet korszak előtt az volt a probléma, hogy az átlagpolgár, aki nem orvos, nagyon nehezen jutott hozzá az információkhoz. Nem nagyon volt otthon orvosi enciklopédia, meg egészségleg. Igen, vagy meg ha ilyesmi. volt, az mit tudom én, 35 évvel ezelőtti volt, azóta már hol elavult a vagy... Így van, Elavult ismeretekkel, Igen. És Tehát... az internettel meg hirtelen ott van a kereső, beütöm a betegségemet, és hopp, mennyi találat jön. Igen, csak hogy, hogy... nagyon igen. fontos, hogy a, hiába van otthon egy orvosi kézikönyv, nyilván a hipoandernek jó, mert az elejétől a végén Orvos, és magára is. És az összes tünetet De a meg. beírom a tünetemet, és arra ad nekem tippeket, hogy mi lehet. Amúgy mm. én már láttam orvost is googlezni rendelésen nem tudta, hogy mit csináljunk. Hoppá. Szóval Aha. ez nem feltétlenül rossz, hogy Google... -e Abszolút szukat, hogy erről őket. beszélek. Ugye ez egy teljesen normális dolog. A probléma azzal van, hogy van egy másik nagyon fontos kompetencia eleme, az információs polgárnak nem csak a keresés képessége, hanem, hanem, a, a forráskritika képességének is ki kell alakulnia. És a Google tényleg rendkívül sok struktúrálatlan találatot ad. Különösen olyan esetekben lehet ez veszélyes vagy problémás, amikor mondjuk az orvoslásról van szó, és valóban gyógyításról van szó. Az orvos aki a Google-ben rákeres egy gyógyszer, egy hatóanyagra, valamilyen terápiára, nem tudom mire, az nyilvánvalóan ő tudja a szakmáját, tehát pontosan tud mérlegelni, hogy mi az az információ, amit elfogad, elismerhet, és követhet, és mi, mit, mit nem. Mi betegek nem vagyunk orvosok. Lehet, hogy valamilyen területen tájékozottabbak vagyunk, mert valamilyen orvoshoz gyakran kell járnunk, és egy csomó mindent megtanultunk. De a hipochonder pont olyan, hogy minden létező dolgot föltalál és megtalál magán, és valószínűleg nem biztos, hogy meg fogja találni a hiteles forrást, és ez ügyben nagyon-nagyon sok tennivaló van. Én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy azok a mesterséges intelligencia rendszerek, amelyeket most fejlesznek, például ugye beszéltünk itt érintettük a műsorban is ezt a MedPalmot, amit a Google fejlesztett kifejezetten orvosi célokra, azok hogyan fognak ezzel a jelenséggel megküzdeni. És szerintem van ebben perspektíva, mert ugye a Google az egy találat. Igaz? Tehát ott, ott talál az ember valamit, és utána gyakorlatilag nem interakcióban van az adott oldallal, hanem fogyasztja azt a tartalmat, és utána valószínűleg maga köré, még ott rajzol egy ilyen kis kört, amíg visszaigazolja a szaktudás le. nélkül. Így van, viszont egy ilyen, egy ilyen eszköz elkezd vele beszélgetni, úgy, mint egy orvos tenni. Tehát lehet, hogy amikor elkezdi azt mondani, hogy de nekem biztos ilyen betegségem van, mert nem tudom, hogy hullik a hajam, akkor azt mondja rá majd az AI, hogy de ez ne, azért nem igaz, mert. Hát, ha a mesterséges intelligencia háttéradatbázisában szűrt minőségi így információk van. vannak, és az orvostudományi gondolkodásmódot is ö, ö, beleprogram. Mozták, akkor ez egy óriási eszköz lehet. Tücsi itt vagy a vonalban, műsorunk szerkesztője? Természetesen igen. Na, ugye jó ez a téma szerintem, be belemelegedett az asztaltárság. Szerintem ez folytatjuk Szó majd. szerint. Ugye? Igen, igen, Te úgy is tervezem, hogy ennek majd szeptember-októberben visszatérünk teljes részletességgel, hogy átbeszéljük különböző szempontokból, hiszen rengeteg dolog van, de itt a, ezzel a hipohondriával kapcsolatban az, az, az érdekes, hogy majd hiába fogja a, a mesterséges intelligencia kiválasztani a megfelelő betegséget, a hipohondriának pont az a lényege, hogy neki betegség tudata van. Tehát aki azt, aki azt mondja majd, hogy, hogy á, nincsen semmi bajod, akkor közölni fogja, hogy a mesterséges intelligencia hülye. Igen, de az rossz. De egyébként, Igen. de egyébként erre mindannyian hajlamosak vagyunk a, egy bizonyos fokig a hipodriára, hiszen tegyük szívünkre a kezüket, ki nem járt már úgy, hogy ö, egy másnapi sötétebb széklet esetén rögtön ne a, a általában leggyakrabban felrepülő gondolat, a vastagbérák gondolata jutna az eszébe, és hogyha ezt tületként beírja a Google keresőbe, akkor szinte az első lehetőségek között rögtön lesz fogja földobni. Kedves az hallgatóink, az... Erről beszélünk ebben az részben. Igen, <gül> és <gül> Dr. És, és Kovácsot hallottunk. Demonstratóra ne -e ezt. <laughs> Nagyon plastikus hasonlat volt, Tücsi. Szerintem menjünk talán... a, a, a lényeg az még utána van, hogy az ember, amikor ettől halára válik, és már éppen kezde, kezdi ö, készül elköszönni, ö, ö, igen, igen, már írja a végrendeletét, és kiszárad a szája, és akkor kimegy a konyhába inni, és akkor az asztalon megtalálja az esti véres hurka maradványait a, a, és, pokozza, látnával, pokozza. és abban a pillanatban az eszébe jut, hogy és az, az őrült megkönnyebbülés, hogy még sincsen rákom. Na, ezt nem tudja a mesterséges intelligencia biztosítani. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Azt akartam még az előbbihez mondani, hogy jövő héten, még pénteken lesz egy élő műsorunk, de utána a Postmodem nyári szünetre megy, és 8 héten keresztül a Pátia Rádió ismétli majd a legszuperebb műsorainkat, érdemes lesz hallgatni. De szeptemberben, amikor majd visszajövünk, akkor ezzel a témakörrel, amivel az előbb foglalkoztunk, majd egy teljes műsort szeretnénk foglalkozni. Lesz egészségügyi szakértő, remélhetőleg orvos is, meg az egész asztaltárság itt lesz. De most, ami következik, az a Corvinus Egyetem emmi kutatásai. Csomó kutatás készült az utóbbi hónapokban. A Corvinus kutatási hét az most zajlott le, június 14-én egy workshop keretében. Az egyetemen folyó emmi kutatásokból számoltak be ahol hat már lezárt, vagy folyókutatás kutatás eredményeit, és ismer, ismerhette meg a hallgatóság. Nyomás van a társadalom tudósokon, foglalta össze nagyon röviden Pintér Robert, hogy arról beszélnek, mi lesz az emmi hatása a társadalomra, pedig egyelőre inkább a várakozásokról szól az emmi, azaz, hogy ki mit lát bele. Heti aktualitás, hogy már van olyan magyar politikai párt, ami törvényi szabályozás sürget az emmivel kapcsolatban. De mi most a tudósokkal foglalkozunk, hogy mit mondtak ebben a hat kutatásban. Robesz. Igen, ugye mi is elkövettük azt a hibát, hoztam nektek egy témát, hogy, hogy mi, hogyan kell felkészülni majd arra a változásra, amit a jövőben a mesterséges intelligencia munkaerőpiacról szól. Na ezt kritizálta meg igazándiból ez a, ez a hat kutatás, illetve a kiinduló pontja, hogy fiktív valóságokról beszélünk, azt a kérdést tesszük föl, hogy hogyan fog hatni a mesterséges intelligencia társadalomra, ahelyett, hogy azt a kérdést tennénk föl, hogy milyen jövőt szeretnénk, mit kellene most tenni azért, hogy ezt a bizonyos jövőt el tudjuk érni, hiszen a társadalom is hat a technológiára, és közben ezek a technológia képek, amiket kialakítunk, vagy várakozások, ezek, ezek tulajdonképpen Bizonyos fajta beszélgetéseket, diskurzusokat, cselekvéseket a háttérbe szorítanak, más dolgokat felnagyítanak, és ez tulajdonképpen arról szól, hogy egyes cégek szeretnék a jövőt valami irányba befolyásolni, és ahelyett, hogy azt találnánk ki közösen együtt, mint társadalom, hogy milyen egy felelősségteljes mesterséges intelligencia, milyen fajta dolgokat szeretnénk vagy nem szeretnénk, ahelyett futunk az utáni jövő kép után, ami még, még létre sem jött. Viszont, tehát a iszen... stratégia hiányzik, ugye? Jól gondolom. Nem a stratégia feltétlenül az is, de hogy az, hogy. Ne, tehát, hogy ne eleve ilyen elrendelt jövőkről. Természetesen így értem a stratégiát, hogy van egy kitűzött cél, amit látunk, van egy víziónk, és a hozzávezető utat kellene e, igazából kiépíteni. Így van, és sok esetben azok a cégek ezeket a stratégiákat eldöntik helyettünk. Tehát amikor arról beszélnek, hogy a munka hány százalékát fogják a gépek elvenni, és mit, mit, fog ez meg azt csinálni, akkor valójában ezek ilyen fiktív valóságok még nem jöttek létre, és De nem is kellene feltétlenül létrejönni. Különben tényleg van egy nyomás, tehát ahogy te most összefoglaltad röviden, most a héten beszélgetünk Viktorral egy csomót egyébként telefonon a fejleményekről, hogy például az egyik német kiadóvállalatnál a Springernél már tömegesen elbocsátottak, például korrektorokat is kirúgtak, ami ettől, hát én nagyot néztem. Tehát, és lehetne sorolni a példákat, hogy minthogyha már így megindult volna egy folyamat, amit vizionálnak sokan előre, csak nem biztos, hogy ez tényleg ez a jövő. Hát ez lesz mert az önbeteljesítő jóslat. Tehát, hogy azt mondjuk, uh -huh. hogy a gépek elveszik a munkánkat, akkor a... És a mi lesz az első dolog, ami eszébe jut a menedzsereknek, hogy hát én biztonságban vagyok-e vagy sem, az én munkámat elveszik-e sem, hogyan lehetne a szervezetet még hatékonyabbá tenni, és hogyan lehetne embereket leépíteni, stb. Tehát elkezd, elkezdi önálló életet élni, és a jelenbeli cselekvéseinket elkezdi meghatározni tulajdonképpen, és akkor elindulunk egy bizonyos vágányon, ami nem biztos, hogy el kellene indulnunk, a föltennénk azt a kérdést, hogy amúgy hogyan kéne a könyvnyomtatásnak, vagy a könyvkiadásnak működnie, hogyan lenne. Ez jó, hatékony, hogyan szolgálna az emberiség érdeke, és a többi. Jól értem, hogy a hat kutatásnak azért más-más fókuszai vannak? Van egy dolog összeköt, összeköti őket, hogy Vicsek Lilla, aki a kutatásokat vezető, ezek Otkás Országos Tudományos Kutatási Alap által finanszírozott kutatások, két nagy projekt, egyik már lezárult, a másik éppen zajlik. Ez az egyik, tehát a Lillának a személye, illetve ezek társadalomtudományi megközelítésből építkező dolgok, és rendszerint ilyen beszélgetős, mély technológiával készültek. Tehát akár újságírókkal beszélgettünk, marketing szövegírókkal, olyan egyetemi hallgatók, hallgatókkal, akik nem technológiai dolgokat tanulnak fejlesztőket, tehát mesterséges intelligencia fejlesztőkkel Magyarországon, illetve volt egy workshopunk egy évvel ezelőtt, ahol pedig mesterséges intelligencia szakértők beszélgettek arról, hogy 2060-ban milyen fajta jövőt, milyen jövő víziót kellene elérnünk, és aztán ez egy backcasting nevű módszert, nem forecasting, és ebből a 2060-as jövőből kezdtünk el visszalépni, hogyha ez a vágyott jövő, mit kell csinálnunk 2045-ben, mit kell csinálnunk 2030 ba és, ezek, és, és hol tartunk most. Ez egy nagyon érdekes elgondolás egyébként. Nekem lenne egy kérdésem, hogy amikor megkérdezitek ezeket a szakembereket ezekről a kérdésekről, akkor szerinte tisztában vannak azzal, hogy a technológia most mire képes, meg mire lesz majd képes? Mert ez valamennyire azért befolyásolja azt, hogy hogy miben gondolkodhatok egyáltalán, amikor föltesznek egy ilyen kérdést, hogy mit várunk mi mondjuk a mesterséges intelligenciától, vagy szerintünk hol van a szerepe. Tehát, hogyha nem tudom, hogy mire képes, vagy mire lesz képes egy hét vagy két hét múlva, akkor hogy tudok erre a kérdésre válaszolni. Igen, ez egy jó kérdés, hát a médiának is óriási felelőssége van, milyen hype vannak gyakorlatilag a, a technológia környékén, és beszélgetünk erről. Érdekes ugye a chat GPT, mint ilyen 2022. novemberében, az előtt mit mondtak az emberek, vagy az interjúanyagok és mit mondanak most, például azt mondták az egyetemi hallgatók, hogy egy bizonyos szakmák azok, azok, nem lesznek veszélyben, mert hogy, a, mert hogy ezt soha nem fog tudni, vagy nagyon soká fog tudni a mesterséges intelligencia, például a kreatív szakmák ilyenek, mint például a szövegírás, vagy az újságírás. És akkor boom, jön a chat és akkor mindenki azt mondja, hogy hát, ezt nem gondoltuk volna, de valami újdonság megjelentésbe jött, és ilyenfajta ilyen változások azért, azért jelen vannak, nem feltétlenül saját maguk. Tehát az is érdekes, hogy persze a várakozások egy része a médiából jön, egy része meg abból, hogy kipróbálják ezeket a technológiákat, ugye újságírókkal beszélgettünk, és azt mondták, hogy kipróbálták, és már nem félnek, mert ez annyira nem jó. Tehát mm -hmm. nem kell tőled feltétlenül tartani. De ugyanakkor az is érdekes, hogy egy, kettő, három, négy évben tudnak gondolkodni, de az, hogy tíz év múlva, vagy év múlva mi lesz, arra azt mondták, hogy azt nem meri senki sem megjósolni. De, de lehet, hogy nem jó próbálták ki. Tehát ilyenben én is belefutottam. Oda megy az ember, ráadásul ugye most egy veszélyes helyzet van, mert itt, itt ez az elveheti a munkámat a gép. Tudod, akkor oda, mész, belerúg egyet, az ott nem tudom, hogy egyet, és azután, na látjátok, nem tudja csinálni, amit én csinálok, ugye? Tehát egy kicsit ezt látom, hogy, hogy lehet, hogy nem, nem a jó kérdést tette föl neki, vagy eleve, eleve, ugye már húz az ember felé, vagy saját maga felé, és eleve úgy kérdez tőle, hogy megkérdeztem tőle, majd ah, ekkora a nem még a Google is ennél jobbat tud ilyen mondatokat szokta De hallgál. az a baj egyébként, hogy ez egy illúzió. Nem az újságíró fogja eldönteni, ki lesz a munkája, hanem a, hanem a szerkesztő és a hirdető. Meg a, annak a főnöke. Meg annak a főnöke, meg a tulajdonos. És Aki a, viszont a, költségvetés szempontban... fölött uh, diszponál, és Igen. aztán, hogyha kevesebb költséget akar, akkor viszont csökkenti a szerkesztőséget. Szerintem az is baj, hogy rossz országba kérdeztétek. Tehát, hogy olyan helyen kéne megkérdezni, ahol jobban, jobban a profit jobban diktál ezen a piacon, és kapitalistább a viszonyrendszer, mint Magyarországon, mert Magyarországon nem az konkrétan, de ezzel együtt is érezhető Magyarországon, tehát mint újságíró mondanám, hogy ez abszolút tapasztalható érezhető, csak még valószínűleg nem, a tömeges rettegés még úgy nem, még nem igazgat a fortéos félelem, de jön, szólok. Hát szerintem ez is egy olyan téma, amit folytatunk. Ugye néhány héttel ezelőtt már volt egy ilyen, hogy hogyan beszél el a munkánkat a mesterséges intelligencia. Ennek a műsornak a felvételét vissza lehet hallgatni a YouTube-on, meg a Spotify-on, és szeptemberben szeretnénk folytatni. Úgyhogy Robesz, majd szeretném, hogy ebben a műsorban majd ugyanúgy kezdeményező lennél, és akkor most menjünk tovább. A digitális világ érdekes. Postmodem. Az internet nem csak a szórakozás és a munka területe, hanem a munkakeresésben is nagyon jó eszköz lehet. Évtizedek óta vannak különböző ügynökségek a neten, akik vagy munkát ajánlanak, vagy munkatársakat keresnek. Pál Bernadett azonban egy egészen szokatlan ügynökségre bukkant Japánban. De még gondolom nem személyesen, hanem a neten, találtad? Hát személyesen nem is tudnék rábukkanni igazából erre az ügynökségre, mert ez virtuális ügynökség, virtuális embereknek az ügynöksége, és én hát egy teljesen átlagos reggelen ártalmatlanul böngézgettem böngészgettem a Twittert, amikor szembe jött velem egy olyan karakter, amiről menet közben kiderült, hogy ő egyébként nem létezik, hanem ő virtuális. Most csak azon nevetek, hogy meg elképzeltem, hogy ártalmasan keresed a... Most mondtad, hogy ártalmatlan. Igen. Ártatlanul. Igen, átlagosan, nem tudom. Tehát, hogy nem, nem számítottam rá, hogy, a, hogy a, nekem a, az én Twitteremnek a javarészét egyébként japán madárfotók teszik ki, és nem számítottam rá, hogy egyszer csak menet közben be fogod ugrani egy szintén japán, de egy virtuális ember. Hát azt hittem, hogy valami a madarat elkapni akaró ragadozó. Nem. Egy parimadár. Pali palimadár. Palimadár. <laughs> Japán palimadár vadász. Na és az elmúlt másfél napomat igazából végül ezzel töltöttem, nem teljesen, de időről időre visszatértem, mert nagyon kíváncsi lettem erre, és kiderült, hogy igazából én voltam rettenetesen lemaradva, mert ez egy 2018-19-20-as történet, hogy az Instagramon, a TikTokon, a YouTube-on számomra teljesen megdöbbentő szinteken jelentek meg virtuális emberek. Létezik már a virtualhumans.org című honlap, ami összegyűjti ezeket. Top százas lista, lista van, a, a top 10 legbefolyásos virtuális influencer, és ugye említettük már itt a, a, a virtuális fértémennál is Hakune Mitsut, ő az egyetlen, aki lenyomja követettségben ennek az ügynökségnek az A, ez a neve az ügynökségnek. Még egyszer? A a dupla dupla ez olyan, mint a gyaloggalokban, hogy ez a vár, amelynek neve... Olyasmi <laughs> egyébként, igen. Tehát a, a, az ügynékség, amelynek a neve A. Mert hogy ezt azzal, azzal indokolják, hogy ezt az érzést szeretnék az emberekből mindig uh, felébreszteni, a. hogy A, igen. hogy Egyrészt ugye megvan benne ez az angol A szó, mint amikor el vagy varázsolódva valamitől, meg hogy ugye A, cuki. Tehát, hogy mind a kettőt szeretnék Biztos, hozni. hogy normálisak egyébként? És az Japánik. a no, ez volt az első kérdésem, Berni, hogy normálisan? Olyan, olyan De mint az aha élmény. Az a durva, hogy itt um, nagyon sok részlet nincsen a honlapjukon, bármennyire is igyekeztem kideríteni, hogy ténylegesen itt mi történik. Annyi van fönn, hogy ők tíz éve tanulmányozzák az emberes, emberi testet, az emberi uh, arckifejezéseket, és, és minden ilyesmi. És eljutottak odáig, hogy Oh. De, de én tényleg egyébként javaslom aki, aki majd erre kíváncsi, hogy, hogy látogasson fel a honlapjukra. Több különböző ilyen virtuális emberük is van, és hát én nem tudom egyébként megmondani. Tehát nagyon sok olyan képüket néztem, amiről nem mondtam volna meg, hogy az nem egy igazi ember. Tehát annyira a hétköznapi szituációkban, most ami nagyon megragadt a fejemben például, tehát Kapcsolatok is vannak az egyes virtuális embereik között. És akkor mondjuk például Imma, ő az egyik, neki van egy öccse, és az öccse jár idézőjelben, vagy hát nem tudom, hogy kell-e ide még idézőjel, ugye jár a másik virtuális modelljükkel. Ajjaj. És akkor az egyik modell rosszul vágta le a haját, és akkor erről készült egy, egy nagyon valósághű Instagram poszt. És egyébként nagyon érdekes olvasgatni a kommenteket alatta, hogy a fele komment az az, hogy ja, így is nagyon szép vagy, a másik fele meg az, hogy gyerekek, ez nem olyan, mint hogyha CGI lenne. <laughs> és, és ugye persze mindegy. És az. És az. És ott van mindegyiknek az Instagramján, hogy hello, én egy virtuális ember vagyok. És hát most, amitől valószínűleg feljött egyébként a Twitteremen, az az, hogy ez az a.ink cég, ez bejelentette kettő nappal ezelőtt, hogy elindítanak egy virtuális stream platformot is. Tehát ez a Anome néven, mint Another Member, azt hiszem talán, vagy Another nem is tudom, minek a rövidítés, ha onnan jön, nem is az a lényeg. és Man. Lehet. De hogy Twitch-en, Youtube-on és különböző ilyen platformokon, ahol streamelni lehet, megjelent egy szintén virtuális alak. Viszont ő, ki, tehát kívülről nem néz ki embernek egyáltalán, tehát róla egyértelműen megmondott, hogy ő egy, egy animált figura. Viszont én azt nem tudom megmondani róla, és sajnos nem írták sehol, hogy a hang, ami jön belőle, azt előre fölveszik, vagy azt ténylegesen egy mesterséges intelligencia generálta, mert hogyha annak a figurának a mozgását, a hangrejtéseit, a mimikáját, hogy tényleg a mesterséges intelligencia csinálta, az nagyon durva. Tehát csak egyetlen egyet hadd emeljek ki, egy hosszabb kommentet olvas föl egy ilyen streamelés közben, és a hosszú komment felolvasása közben így egyszer így fölnéz. Egy Annyira emberi jelenet, hogy tényleg egy kicsit ilyen hátborzongató. A múltkor már beszámoltál nekünk arról, hogy Japánban még a képviselői választásokon is elindult mesterséges intelligencia. Igen, is jól sikerült. Lehet, hogy már az is egy virtuális ember az ügynökségtől? Úgy tudom, hogy ő nem. Tehát én úgy tudom, hogy ő tényleg mesterséges intelligencia volt. Ugye ők, akikről viszont én most mesélem, ők mesélek ők mesterséges emberek, ők nem mesterséges intelligenciák. Tehát, hogy mell mögöttük egy egész csapat ember áll, fotósok, különböző szakemberek, akik megalkotják az ő platformjukat. Hát, szóval és... nem Mikunál láttuk, hogy menedzser van, meg. Zen í így van, meg a, a zeneszerző, meg minden. És ezek a virtuális influencerek egyébként egy. Tehát olvastam is, róla egy tanulmány, hogy jobban teljesítenek a reklámok terén, mint a valódi influencerek, mert jobban érdeklik a fiatalokat, mert izgalmasabb, és olyan nagy márkák dolgoznak velük együtt, mint a Mercedes, mint a Nike, mint a Na a Jó, McLaren. de Elképesztő. azt mutatod, hogy egy egész, valós emberekből álló egész stáb van mögöttük. Igen. Hát a, az influencerek lényege ugye az, hogy nincs rohadtul, nincs mögöttük semmilyen stáb, hanem ott ülnek egyedül a szobájukban, és tolják. Tehát, de egyébként itt megvan a válasz a, a, azoknak, akik paranoid módon, vagy, vagy megalapozott módon, de félnek ugye a mesterség és intézés, mert elveszi tőlük a mm -hmm. állásukat, meg hogy mi lesz velünk. Hát tessék, állásokat generálnak egy a mesterség. Egy lesz tíz, aki menedzser az egy, influencer. Te a fodrász kirúgták szerintem. <laughs> Megeshet. de... de akkor lesz egy újabb fodrász, érted? Ez is egy munkahelyteremtés. Fölmerült egyébként így csak egy lezáró gondolatként egy távolba mutató mondat az egyik ilyen cégnek a honlapja, mert több is van, hogy most, oh. most, most még egy teljes csapat áll mögöttük, és ők csak virtuális emberek, de előbb-utóbb eljutunk majd oda, amikor egy mesterség és intelligencia is lesz bennük, és akkor teljesen önműködő platformok lesznek. Tücsi? Nekem erről két dolog jutott az eszembe, a nyarat, ezt a nyolc egy születet, amíg nem lesznek kérdőadások, kihasználom arra, hogy megalakítok két új céget, két, ügynökség, két ügynökségben gondolkozom. Az egyik az a virtuális személyeknek lesz házasság közvetítő, ahol összehozom az első hírben emlegetett hölgyeket ez a virtuális influencerekkel. A másik cégem pedig szintén egy ügynökség lesz, amelyik az olyan óriásokat fogja összegyűjteni, akik azt mondják, hogy ni. Postmodem. Na következzen egy botrány. Az idei év nem túl fényesen alakul a Redditnél, a világ egyik legrégebben működő közösségi oldalánál. Februárban adathalász támadásnak dőlt be a cég egyik alkalmazottja, 80 gigabájtnyi letöltött adattal zsarolják a céget. A közösségi oldal még áprilisban jelentette be, hogy június 19-től új irányelveket vezet be. A reakció lázadás, tüntetés, szabreditek privátraállítása vagy törlése. Mi történik a Redditnél, Justin Viktor? Hát soha, soha az életben nem találnátok ki, de én, én egy olyan összeesküvés elméletre bukkantam, hogy az még az Artúrral való vitámat is lezárja. Szerintem. De aztán vagy lehet, hogy Artúr ellent mond ennek. Nem. <laughs> És tessék. De, tehát gyakorlatilag egy szóval szeretnék válaszolni, mi az oka annak, ami a Redditnél történik, ChatGPT. Tehát a reddit a ChatGPT GPT teszi tönkre. És ez a történet nem ma kezdődött. Hát induljunk onnan, mi a Reddit, ugye? Ez egy ilyen véleményközösség, van, aki a No School Fórumnak hívja, én azt gondolom inkább egy tartalomaggregátor, meg tartalomértékelő rendszer, ilyen threadekkel, inkább mint fórum jellegű. És hát ugye arra, arra elkezdtem nyomozgatni ebbe a történetbe, és arra bukkantam rá, hogy 2014-ben történt az első komolyabb feltőkésítése a Redditnek, méghozzá egy Peter Thiel, ugye PayPal, egy Snoop Dogg nevű által ismeretlen valaki, illetve, a illetve... Igen, igen, ő egy amerikai rapper, illetve illetve részt vett még benne a 30 Seconds to az énekese Jared Leto. Tehát ők összeraktak egy nagyobb összeget, ez 50 millió dollár volt, és ezt beletették a cégbe. Igen ám, de kiszervezte ezt a, ezt a fundraisinget. Megnéztem, és az derült ki, hogy egy bizonyos fura nevű, Samuel Harris Altman, ugye? Mm. Nem, valahonnan, valahonnan úgy ismerős volt, de hát mondom, megnézem, hogy ez Mesterséges mi. Mesterséges intelligencia. Hát a Samuel, ugye a Samuel jelentése Isten neve. Leinduljunk innen. A Harris az otthon ura az angol száz terminológiában, etimológiában, és az Artman ah. Art pedig egy öreg ember, ugye? Egy ilyen öreg férfi. Na mindegy, menjünk is, lépjük is tovább. Szóval ő szervezte 2014-ben az 50 millió dolláros fundraising dolláros és ugye. Tehát alapgyűjtést. Igen, gyakorlatilag feltők feltők feltőkésítést, ahogy mondtam. Tökéletes. És, itt az, és itt az történik, hogy, hogy a a Reddit miről szól? Reddit rendkívül nagy mennyiség, ugye Zoli-ra nézek, akkor válaszolom, hogy rendkívül nagy mennyiségű, jó struktúrált szöveg, amiről te annyit meséltél már a mi hallgatóinknak, amire szükség van ahhoz, hogy... A mesterséges intelligencia ok minél okosabb Hogy felokosítsuk, legyen. ugye? És megint hol tartunk 2014-ben? Tehát a történet... Csinált a... magának egy kis, jó kis szövegadatbázis. Nézek Artúra, 2014-ben elkezdték, elkezdtek összehozni, összerakni egy olyan Reddit-et, ami gyakorlatilag, illetve elkezdték segíteni ezt a folyamatot, ami gyakorlatilag mára eledellen szolgál a chatgpt nek Hát én, már csak, én már csak összeraktam. összeraktam a, a nek vagy valamilyen másik ilyen, ilyen generatív... Gyakorlatilag Viktor, az igen, igen, pont ezt akartam mondani. Igen, igen, tehát hogyha most Viktor szemüvegével nézzük a dolgot, akkor ez a chat GPT miatt volt az egész, de azt meg tudjuk, hogy már nagyon régóta, amióta a mesterséges intelligenciát a szűkítettet is, tehát nem csak amiről most beszélgetünk, etetik információval, szüksége van adatra. És az látszik, hogy adatból egy idő után kevés lesz. Ez, ez már akkor látszódott. Az egy másik kérdés, és itt, itt egyébként lehet ebbe, a, ebbe az elméletbe kicsit mélyebbre menni, hogy az, hogy ilyen jellegű adatokra van-e szükségünk, az azért az 2014 környékén még nem volt annyira világos. Tehát ugye a Google 17-ben talált rá erre a transformer modellre, tehát ezek a nyelvi modellek is akkor kezdtek egy kicsit jobban menni. Azelőtt az volt az általános elképzelés, hogy ilyen jellegű adatra nem nem annyira fontos. De azt is el tudom képzelni, hogy a nem annyira fontos is számít, tehát lehet, hogy az az egy vagy kettő, amit akkor még, használ, amire akkor még használták ezt az adat folyamokban, az elé, arra kell lett. Na éppen, na éppen itt válik izgalmas. És már Viktor, és azt csak a hallgató kedvéért, hogy itt most az a botrány, hogy a Reddit vezetősége és a Reddit felhasználói között van egy komoly érdekkülönbség? A Reddit gyakorlatilag fizetőséget tette az apikat, ugye ezek az applikáció meghívását, de gyakorlatilag a, a Reddit valaki távolról automatizáltan használni akarja, ezt a szövegbázist mondjuk el akarja érni, egyébként körülbelül a négyszerese a, a szövegmennyiség annak, ami a Wikipédián megtalálható, tehát hogy képzeljük ezt el, az rettenetes mennyiségű szöveg, 250 gigabájt eh, szöveg, jó, struktúrált szöveg, és ezt, eh, ha valaki el akarja érni, innentől kezdve egy... Eh, egy olyan piaci árat kell fizetni, ami messze nem a legolcsóbb, ugye a, például a kép manipulátor alkalmazásoknál találunk ilyet ilyen 200 dollár környékén, de például Elon Musk, akiről tudjuk, hogy azért megnyomta a gombot a Twitternél rendesen, tehát ő ilyen 42 ezer dollárt kér, 50 millió tranzakciónként. És ez miért nem tetszik a, felhasználó? A Reddit pedig 12 ezeret, az is elég sok. Tehát mondok egy olyan iOS alkalmazást, az Apollo-t, amivel példálóznak, aki éves szinten ezzel most belecsúszott egy 20 millió dolláros éves költségbe a nullától, a nulláról. Szóval a felhasználóknak ez miért nem tetszik? Hát azért nem tetszik már, hogy aki a Redditre alapoz bármiféletet, mondjuk például vakoknak és gyengélátóknak lehetővé teszi a Redditnek a használatát. Ezek az emberek eddig a, úgymond hobbitevékenységként tűzték ezt, és mostantól kezdve gyakorlatilag ott ketyeg egy ilyen néhány százezer kötőjel néhány millió dolláros éves számla. Uh -huh. Tehát magyarul a vakok és gyengén látok, majd ezek után nem fognak hozzáférni. Tehát a Redditnek a közössége azzal lázad, hogy kizárja, tehát a bocsánat, nyilvánosról privátra állítja a különböző szubrediteket, és ezáltal hozzáférhetetlené teszi a szájtot. Magának a Redditnek a jelen pillanatban lévő piaci értékelése az 10, 000, 10 milliárd amerikai dollár körül van. Ez nagyon könnyen visszaesett, ha eltűnnek az emberek. Tehát ez, ez ebbe a... Beszél... Szerintem az a kulcs, hogy ezt, ezeket a tartalmakat, ezeket az emberek hozzák létre. És most meg kizárják az embereket abból, hogy ezt tudják használni. Legalábbis valami fajta módon. És ez nem fair. Tehát amikor mész egy ingyenes valamibe, és oda od, viszed, és attól lesz értéke, mert ugye a hálózat értéke van, hogy te létrehozott tartalmat, ugye négyszeres Wikipedia, és aztán közli az egész platform tulajdonos, hogy jaj, most már másképp gondolom. Köszi szépen a Halakat is visznád. Van tippetek a feloldásra? Mi lesz a konfliktus vége? Viktor? Én, én, annyit, én annyit szeretnék még Artúrnak feldobni, hogy ugye mondtam már, hogy a Samuel Harris-Artmannak az etimológiája mi, tehát ugye Isten neve, és az öregember, de ha ezt összeolvassuk, akkor ez a sámán. Tehát a jaj, én most elkeresztelném ezt a Conteut sámánra. És mit vársz tőlem, Viktor? Szerintem én ez állás, kénytelen, állás. Azt, állás. kénytelen vagyok ezzel ott hagyni téged, ahol ezt kimondtad. Robesz neked valamit? Így Én csak hát, ezt. Mi lesz -e ezeknek a folyamatoknak a vége? Mert nem csak reddit -nél. ki kell, ki kell egyezniük, tehát, hogy a felhasználók nélkül ez a platform, ez halott. Rövid távon nem, de közép és hosszú távon egyértelműen, tehát itt kell szerintem engedményeket, kompromisszumos megoldást kell találni. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Na, és akkor még itt van mindezek tetejében a mesterséges intelligencia lázadása is. Komás Tücsi Mihályról tudjuk, hogy sci-fi író, már pedig ebben a műfajban nagyon-nagyon sok évtizede rengeteg történet szól a lázadó robotokról, a fellázadó mesterséges intelligenciáról. Az utóbbi tíz évben mindkét technológia óriási fejlődése ment keresztül, és ez felerősítette a félelmeket, talán nem is alaptalanul, amit a most következő eset bizonyít. Igen, nem tudom, emlékeztek-e, 2005-ben volt egy lopakodó című, elég gyengécske film, amelyik arról szólt, hogy három klasszikus amerikai vadászpilóta részt vesz egy olyan projektben, amelyikben a jövő vadászgépe szerepel, amelyiket már mesterséges intelligencia irányít és hát ezzel voltak mindenféle konfliktusok, többek között az, hogy egyértelmű parancsot kapott ő a bázistól, hogy busztítson el egy bizonyos országnak a rakéta bázisát, de közben a őt kísérő többi pilóta, mivel ott polgári célpontok is voltak, ezért közötte, hogy a parancs sztornó, viszont ez a lopakodó mesterséges intelligencia repülőgép föllázat, és mégis végrehajtotta a támadást. Mondom, ez a film 2005-ös, és hát most nyilván nagyon sokat fejlődött a robottechnológia, nagyon sokat fejlődött a mesterséges intelligencia, és bizony arról hallani, hogy az amerikai légierő az F-16-osokban már különböző mesterséges intelligenciájú kiegészítőket telepít, Nemrégiben volt egy konferencia Londonban, amelyik az amerikai hadseregnek a jövő, illetve magának a katonasságnak, illetve a csatáknak a jövőjével foglalkozott, és avval, avval foglalkozott, hogy milyen hatása lehet ennek a mesterséges intelligenciának. Elvégeztek egy szimulációs kísérletet, ahol azt a parancsot adták a robotnak, hogy pusztítson el egy célt. És játékelméleti alapú a, a maga a program, ezért a elvégzett feladatokért jutalompontot kap. Szépen ment a küldetés, és akkor a végén az irányító mondta, hogy oké, okay, akkor a küldetés tornírozva. Viszont a mesterséges idege úgy döntött, hogy az irányító akadályozza az ő munkáját, ezért visszafordult és megsemmisítette az irányítót, hogy végre tudja hajtani a küldetését. Ezen úgy kicsit elgondolkodtak a rendszer kírfejlesztői, ezért kitalálták azt, hogy járjon azért negatív pont, pont levonás, hogyha a, hogyha a kezelőjét megtámadja, vagy megsemmisíti. Újra kipróbálták a küldetést, újra ment, megtalálta, a kezelő szót, hogy akkor vége, akkor le van állítva, és erre a mesterséges intelligencia visszafordult, és szétlőtte azt a rádióállomást, amelyik a kettőjük közötti összeköttetés biztosította. Tehát két különböző módon fellázadt maga a mesterséges intelligencia, csak azért, hogy végrehajtsa azt a feladatot, aminek ő saját maga nagyobb prioritást adott. Jó, most azért ő... te is újságírói szempontból nagyon ügyesen meséled a történetet, de azért mi áruljuk el a hallgatóknak, hogy nem halt meg ténylegesen az a katona. Nem, mivel ez csak egy szimuláció volt, tehát teljesen csak elméleti körülmények között zajlott a dolog. Sőt, akkor a hír lett ebből az eseményből, hiszen a tudjuk, hogy mennyire érzékenyek vagyunk erre, hogy a lázadás, többi, hogy a kénytelen volt a légierő kiadni egy olyan közleményt, hogy hát ők nem is végeztek el egy ilyen tanulmányt, nem volt náluk ilyen kísérlet, ami azért többekben felkeltette, hogy hát ez nem biztos, hogy így van. De azért érdemes elgondolkodni, hogy tényleg milyen apróságokon múlhat az, hogy mennyire lehet megbízható egy mesterséges intelligencia. Csak egy ilyen apróságon, hogy ő úgy dönti, hogy mindenáron végrehajtja a feladatát. A digitális világ érdekes. Postmodem és nem csak mesterséges intelligenciával, hanem az EMI által előállított emberi beszéddel is már jó régóta foglalkozunk, de most, ha jól értelek, Arthur, akkor ez a Voicebox technológia egy új szintre emeli az emberi beszéd generálását. De milyen szempontból? A metának a terméke ez, ugye a Facebooknak, a Facebooknak most mutatták be nem olyan régen, és tulajdonképpen az az érdekes benne, hogy azokat a hangklónozási technikákat, amikről eddig beszélgettünk, azokat tulajdonképpen így egyesíti. Tehát én emlékszem, hogy Te már tud jó hezitálni bár... is például. <laughs> így van, így van, meg így. Nem, nem, például hezitálni is tud, meg mindenféle egyebeket. De ami érdekes, hogy már nagyon sok évvel ezelőtt is voltak olyan egyetemi kutatások, amik például egy hangbeszéd, tehát egy beszédből mondjuk kivettek egy darabot, és megmásították azt. Mondjuk, hogy valaki beszél, és ugyanazt hallottad, ugyanazt a beszédet, de a, a, egy, egy, adatot mondjuk kicseréltek benne, vagy egy hibát javítottak benne. Akkor például... És nem hallatszott. És nem hallatszott. Tehát tökéletesen jó. Az is nem mutogatunk példákat, mert nem lenne mit mutogatni. Tehát csak azt hallanánk, hogy egyszer így van, egyszer meg úgy van. Tehát, hogy semmi, semmit nem lehet hallani közben. Tehát nincs kattogás, meg fütyülés, meg áh, itt, itt, retusálták. Tehát ilyen nem létezik, ahogy a fotókon is egyre nehezebben tudjuk már megmondani, hogy módosítottak-e. És a, a másik pedig, hogy nem csak hogy cserélni lehet, hanem például szűrni is. Tehát a szűrést azt már láttuk, hogy, hogy nagyon jól működik. Ugye már évek óta vannak mesterséges intelligencia puhangszűrők. Én is használok időnként ilyet, amikor még egy telekonferenciában, tudom én, ütvefúróval újítják fel a lakást mellettem. Erről volt műsor is. Igen, igen, igen és, közben nem, és közben meg nem lehet hallani, ahogy. Na, keressék ilyen. meg a YouTube-ot. Saját hangodat sem hallod, és ez kiszűri. Igen, igen, mondjuk ez problémás azért, mert az ember szeretne üvölteni közben, mert nem hallja saját magát, de mindegy. Na, ami a lényeg, hogy ebben a Voicebox termékben, ebben úgy tűnik, hogy minden ilyet beleraktak, tehát a kutyaugatást ki tudja szedni egy beszédből, méghozzá nem is úgy, hogy kiszűri az emberi hangot, hanem most figyeljetek, azt a részt, azt észreveszi, Abból a részből le tudja szűrni valóban az emberi hangot, meg minden mást, ami zavaró, és azt a részt, ahol egyszerre hallatszott az ember és mondjuk a kutya, azt a mesterséges intelligencia visszaszimulálja. Tehát klónozza az embernek a hangját, tehát egy ideig, amikor a kutya ugatott, nem a saját hangomat fogja hallani a valaki. És ezt valós időben teszi? Ezt nem tudom még. Szerintem egyelőre úgy tűnik, hogy az a mondás, hogy kb. 20-szor gyorsabban, mint a jelenlegi rendszerek, és amiket például én használtam az Elevől amit hallgatók is meghallgatnak. Hatnak, mert demonstráltuk itt a műsorban is, az majdnem valós időben generált. Tehát én azt mondom, hogy szerintem ez majdnem valós idő, vagy lehet, hogy valós idő lesz majd. Tökéletes, tehát ha, ha csak hogy értsük a folyamatot, hallgatja a mesterséges intelligencia az emberi szöveget, meg mindenféle zajt, ami a háttérben van, az emberi szövegre koncentrál, arra fókuszál, ugye a nyelvi modellek alapján ez tökéletesen, ez már nem kell megugrani ezt az akadályt, mert megugrottuk, és utána, mikor tudja, hogy valami olyan szólalat, aminek nem kellene, akkor generálja az emberi szöveget, és kész. Így van, illetve ki tudja javítani. Tehát, hogyha valami, valami, mást akartunk mondani, Igen. például egy már felvett szövegben, azt ki tudja javítani, illetve. Igen. Amiről tudja, hogy javítandó. Amiről tudja, vagy megmondjuk neki. Ezen kívül különböző nyelveken meg tud szólalni, a mi tónusunkban, a mi hanghordozásunkban, de az adott nyelven. E, ugye, és ugyanígy természetesen mindenféle szerkesztési dolgot is végre lehet hajtani vele. Vagyis akkor az unokázós csalásoknak a csodálatos reneszánsza következik? Hát pont ez a baj. És nagyon jó rávilágítattal a lényegre. A, a, meta azért nem adja ki még ezt a technológiát, amire Két másodperc hangmintából már tudja klónozni a hangot. Tehát Kettő két másodperc, két másodperc az... kell hozzá, semmi más. Azért nem adja ki, mert pont ettől félnek. És azt mondták, hogy egy olyan technológiát szeretnének bevezetni, amivel valahogy szűrhető lesz az, hogy ezt vagy azt mesterséges intelligenciával állították elő, viszont az, hogy ez hogyan fogja az unokázós csalást megoldani, arra nem, nem nagyon látom a megoldást, mert egyszerűen telefonba senki nem fog mesterséges intelligencia, elemző, mesterséges intelligencia valamit csinálni. Tehát itt, itt látszik, hogy hogy az a probléma, amiről régóta beszélünk, hogy a hitelességet milyen mélyen ássa alá a mesterséges intelligencia, ez jól látszik most, úgyhogy egyelőre nem hozzáférhető a technológia még. van valami szándék, ugye, hogy valamilyen hangkészülő vagy a beazonosító szisztémát csináljanak? Hát próbálkoznak ezzel, valamilyen hang próbálnak rá, vagy úgy tűnik, hogy valami ilyesmit próbálnak rátenni, de hogy ez működik-e, majd kiderül. Hát ezt követni fogjuk, és szerintem, ha lesz majd megmutatható hang, akkor meg is mutatjuk, Viktor. Szerintem kell egy ilyen menekülő szó. <laughs> Hogy ezt a... barack. Igen, például, és akkor ha ezt mondja az unok, akkor az ő. Eddig tartott a mai Postmodem, köszönöm a részvétel dr. Pál Bernadettnek, dr. Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak, dr. Pinté Robertnek és a hangmester kollégánknak, Vasi Líviának a Pozsonyi stúdióban. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva, viszont Youtube-on, Viszont hallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi hallottak. hallották.